Hello, sziasztok! Nos hát jelentkezem a következő CMS videóval, folytatjuk szépen a restaurálgatásokat, és akkor ugye megbeszéltek alapján most a következő autó, az egy Tempest Magnum 68-as, 1968, csak hogy pontosak legyünk, 321 ezer kilométer, hát nem használt, nem használt, Giro, figyelj, teljesen facek, alig 1,6 tonna, szóval viszonylag könnyű autó, mondjuk azt. 215-ös és 255-ös gumi, alap, felni, semmi extra, tehát sajátot nem kapott. Ronstelepről szereztem, ami érdekesség mondjuk. Érdekes, az eredeti szín az ilyen szürke, meg a, és ráadásul a gyári szín is, meg a jelenlegi. Ezt szerintem én ezt a kéket fogjuk megcsinálni. Legalábbis az a terv. Bár lehet, hogy halálos iramban style-t fogunk követni, de ez majd még a motortól is függ, hogy végül melyiket választjuk. Az alváz az 13%-os, úgyhogy mondjuk most nem igazán látom itt, hogy jól adja-e ki, bár ezen a részen hát nem tudom. Ez nem néz ki 13-nak, továbbra sem, ez inkább olyan hát egy olyan 5-50 48 sem, de faszt, egy bő 60-asnak azért nézném még szerintem, ugye ez is itt az alváz rész. Nem tudom leszedni, ugye az is ott már teljesen az alváz rész, szóval... Kíváncsi mondjuk, hogyha leveszedem az alkatrészeket, amik ugye itt most... Bár azt szerintem nem, mert azt a karosszériába számolja. De, 13, aha, levette. Vagy nem vette? 13 volt, vagy 17? Hú, az meg más, erre sem emlékszem. Na mindegy. Szóval igen, tehát ez nem 13% megint. Ez eléggé. Jó, a hátsó rész az még talán, de ha lemossuk, akkor picit talán jobban is látunk. Nem csak nézünk. Hoppa, az mi? Most indítom el a videót, értitek, és már össze-vissza akadozik a játék. Csodás. Imádom. Pedig most is volt a napokban frissítés, aztán úgy látszik megint szar lett. Bár az is igaz, lehet, hogy meg kéne néznem, hogy a modoknál van-e frissítés, mert ugye már kijött a China DLC, meg most is volt a napokban egy ilyen mini update, nem tudom, mi volt benne egyelőre. Lehet, hogy meg kéne néznem egyébként, hogy van-e frissítés a modokra is. Na, szóval ez 13%, hát... Hú, bazd meg, össze-vissza akadok. Mi a szent fos van? 70 fok proci, 62 videokártya. Még a izé sem, még a videokártya frekvenciája sem ment fel annyira nagyra. Még 2000-et se érjük el. Na mindegy, majd figyeljük. Szóval, tehát ez 13%? Hát... Inkább satszolnám egy olyan 60-ra. Tehát tényleg a fele igazából az elején tökre rendben van. Én úgy Sasver Kirby azt mondanám, a hátsó rész az szar, tehát az tényleg eléggé szar. Ráadásul ugye a spoiler az ugye az alvászhoz tartozik, az egész egybe van. Szerintem itt ezt a spoilert tényleg csak úgy lehet cserélni, hogyha itt fogod és teljesen levágod. Tehát ez nem lehet, hogy bele sincs rögzítve. Bár a franc tudja, mondjuk úgy néz ki, mintha rögzítve lenne. És egyébként cserélhető, legalábbis hát reméljük, hogy egyébként úgy van kialakítva. Ennek ellenére én magam nem tudom leszedni, tehát azt nem engedi, nem is szedte le ugye az előbb. De egyébként az engine-ben nem tudom pontosan, hogy melyiket nézzük. Ugye 440-es six-pack van itt, alapból, ami nem tudom volt-e már mondjuk, meg kéne nézni. Hogy volt-e már, azt mondja 44, öp, bocs, nem. Mi ez? Annyi engine volt tényleg már egyszerűen lehetetlen ezeket nyilván követni. Tehát 440 six-pack. Oké, nézzük. Reptilia S. Azt hiszem még nem volt, igen. Bár már nagyon várjuk. Ja igen, a Roadrunner. Ah, igen. Csak a Roadrunnert azt hiszem nem ezzel a motorral csináltam végül meg. Úgyhogy a... 39. Na mindegy. Ez 390 felóverő. A másik, amit meg akartam nézni, az mondjuk... Ja, ne is itt nézzük, hanem így. Az a, nem tudom, itt most ki fogja úgy írni, Cobra Jet 429 pontosan. Így, az meg 370-es, és a Mach 1-ben volt, tehát akkor ez az engine is valószínűleg volt már, mert ráadásul Mach 1-hez szerintem csak az az egy darab engine van. Úgyhogy, ja. Az biztos, hogy a Roadrunner-t azt viszont szerintem nem a 440 six-pack-kel csináltuk. Úgyhogy, ja. Mik vannak még? 426-os Hemi, 440 Magnum, azokat még megnézhetjük.
Még egyszer meg volt. 4-26-os. Ez is mondjuk. Na, de ezért nem tudom alapul venni, tehát, hogy... Nagyon jó, hogy itt van nekünk ez a fórum, meg ez a wiki, értitek? Csak ez a probléma, hogy nem tudok normális információkat kivenni belőlük, mert össze-vissza van minden. Tehát most is, because that, they use this engine by default. Tehát ez megint egy olyan értelmezés, meg olyan sor, mint hogyha a Roadrunner 426, de várjunk ez, de az is, Roadrunner 426 Hemi, igen, és a... Ahogy járjunk... Ja, mert az egy variant volt szerintem, ez azért van így felírva. Igen. Variation a 440, és annak van egy külön Hemi verziója, aha. Szóval akkor ezért van így. Jó, rendben, oké. Akkor így most már értem. Jó, még van. Ó, na várjál. Aha, itt van a Magnum Full Face Proto, igen. Ez az, ami most van nekünk. Akkor nézzük már meg legalább így az oldalát. Hát ez gyárilag tényleg az van, V8 Hemi 440 sixpack, úgyhogy... Várjunk, azt mondja, hogy a Variant of the Tempest Magnum, igen. Replacing, tehát lecserélt egy flat face protót egyébként. Az volt eredetileg. És úgy, hogy van, lecserélték magát az autót is. Végül. Inkább erre. Hoppá, várjunk, hol van ez? Ugye erre a verziója, és az eredeti, az meg igen, hát az meg igazából szinte ugyanaz az autó, csak ugye nincs nyitottan ugye az első fényszoró. Ha jól láttam, mennyi differencia volt benne, igen. Plusz talán a rendszámtábla is, igen, ott középen van, itt meg ugye elhelyezték a vezetői oldalra. Azt mondja, ez 361 lóerőt ír most rá. Na ez vicces, van egy Tempest Magnum SC550 variant is. Ami alapból a két karburátoros OHV Supercharged-ot kapta. Érdekes. Ezek a döntések. Vajon melyik motor legyen? Mert hogyha sixpacket rakjuk bele... Ugye egyébként, hogyha halálos iramban style-ra mennénk, akkor egyértelműen a supercharged motor tenném bele, tehát ez teljes mértékben nem kérdéses, 380 lóerőset, mert hát ugye ebben vannak a jó kis folytószerepek, tehát az mindenképpen egyértelmű lenne. De hogyha egy gyári verziót akarnám megcsinálni, akkor viszont hát akkor nincs más, akkor 440 sixpack. Csak ugye olyan, csak ugye nem tudom, hogy ezek közül a motorok közül melyik volt már és melyik nem. Small Block 302 az például nem használ egy EU, és csak 200 lóerő, az meg már gyengusz motor egy ilyen autóba. Ez melyik? Ez 370-es mondjuk, a 429-es, igen. Van még 375, Sixpack az még 390, igen, a Supercharged az 380 elvileg. 330, tehát akkor végül miben a Sixpack lesz a legerősebb, úgy látszik. Aha. Jó, rendben, menjünk a sixpack-kel, de viszont szerintem, mivel lehet, hogy volt már ez, vagyis valamelyik videóban már biztos, hogy volt a sixpack, mert tudom, hogy egy korábbi videóban is már így problémás volt ez a V8-as pak, hogy pontosan melyik volt és melyik nem volt, de lehet, hogy nem is vitázunk rajta. 440 sixpack, amit javasol a játék, azt szépen megcsináljuk, aztán kész. Egyelőre szerintem más nem igazán tudunk szerintem csinálni. Na, akkor szerintem kezdjünk is neki. Bár azt nem tudom hirtelen, most a motort összedobjuk-e. Mert én úgy emlékszem egyébként, hogy egy V8... valami OHV 6P volt egyébként, amit a Roadrunnerhez raktunk. Csak ugye az is megint így a magyar verzióban volt még. És a franc tudja, hogy egyébként az meg lehet, hogy pont ugyanez volt, nem tudom. Így hirtelen. Most összerakjuk-e rendesen, de szerintem ez a motor volt már, úgyhogy én szerintem egybe összedobom a motort, úgy megveszem, aztán akkor az le is tudjuk. 4-4-ben. Igen, a sixpack eset. Ez az. Na, először is tegyük rendbe akkor itt a alváz részt.
Az a kormány viszont szépen nézett ki. Nice, ez pofás, ez szépen néz ki. Jaj. Viszont a műszerfal az totál alap, hát egy 68-as autó, úgyhogy semmi extra. Bár szép tágas egyébként a beltér, de hát ettől függetlenül ugye látszik is, hogy milyen. Na nézzük azt, hogy vannak-e esetleg valamilyen tuning alkatrészek. De úgy lehet, a van, oda néz, van. Lámpák vannak első, hátsó, ráadásul két típus, illetve hát a motorháztető, igen, ugye nyitott rész. Az mindenképpen kellett. Jó, rendben, megnézzük az összes lámpát, az tuti. Persze a gyárival együtt, úgyhogy azt is külön megvásároljuk. Jaj, menj már innen. Hol is van? Body. És akkor van itt ugye egy, kettő hátsó. Ja igen, itt szerintem az első lámpák azok ugye pont ilyen leenged, vagy hát ez lecsukott lesz. Meglátjuk majd, hogy milyenre sikerül. Ó, baszki, várja, most melyiket? Ó, és egyből a B-t vette meg. Most akkor a B-ből van kettő is. Nagyon jó. Mindegy, egyelőre a gyári hátsót tesszük fel. Mindjárt megnézzük majd. Így jövök felítóval együtt is. Szóval ez a gyári elvileg hozzá. Oké. Okay. Egyébként nem rossz a gyári sem. Legébb pofás. Nézzük akkor a B-t. Igen, hát az mondjuk, igen, ott annyi a különbség, hogy középre van húzva tolatófény, ugye ez a B, igen. Nem rossz, nem rossz, de ennél is még azért tudunk jobbat szerintem. Ha más nem, akkor a gyárit, mert az ugye elég jól nézett ki. De ez a C, ez viszont eléggé igen. Ez egy picit vonzóbb. Főleg akkor, hogyha feketére fogjuk esetleg festeni az autót, akkor főleg. Úgyhogy egyre ezt hagyom. És ugye akkor ez a C volt? Igen, jó. Csak hogy fejbe tartsuk, és akkor hát ha esetleg az első is pont a C lesz, csak hogy passzoljanak. Oké, nézzük először akkor a gyárit. Igen, igen, ez látszik is rajta, hogy ez csukott. Ja, tehát igazából nem is látjuk a lámpát. Nézzük akkor a B-t. Ugye, igen, van itt egy B-lámpánk. Ami egyébként nem is rossz. Szép fekete házas, ugye belső, ha jól látom. Sötétítettnek nem mondanám, inkább csak fekete házas alapból. És akkor még nézzük a C-t, ami mondjuk, az már viszont nagyon extrém, olyan overkill-nek tűnik, főleg, hogy csak egy 68-as autóról beszélünk, ez olyan... Ez ilyen mai tuningo és eléggé elcseszett, hogy őszinte legyek, olyan... Nem is tudom, milyennek mondjam, de ez nem, tehát ez totál össze-vissza, ki nem nézze, nem nézem ki belőle az izzókat. Alul talán ott van egy menetfény. Aztán ott van ugye oda a tompított, és talán akkor az a belső az index. Tehát távolsági, meg talán akkor egy projektoros, fasz tudja, de ez fura lámpa, úgyhogy szerintem itt az elsőnél maradjunk a B-nél. Mert ez viszont fura darab. Ez még úgy viszonylag jobb, csak hogy nyitott legyen. Ja, egy picit jobb, ja. Egy hangya fasznyival. Na, nézzük akkor, mi van még itt hiányzó alkatrész. Hát egy pár dolog van, ami hiányzik. Motorrészet nem nézzük. Menjünk inkább akkor ide a fuse boxhoz. Ó, oh, hello, szia, 55-ös szint.
Vajon hányadik szintig fogunk eljutni egyébként az utolsó restaurálós videóig? Mármint úgy utolsó, hogy ugye a... Most arra az utolsóra gondolok, amikor végre az alapautókat ugye letudtuk. Mindet. Aztán utána áttérünk esetleg a modokra vagy ilyesmire. Na nézzük akkor mi van még itt. Hát úgy látom, hogy a futóművet kéne rendbe tenni. Meg ugye ki kéne venni a motort. Olaj, hogy teknő az nincs szerencsére, úgyhogy akkor azzal nem kell törődni. Na már most két külön méretünk van, és szerintem itt ez látható is lesz, úgyhogy ebből kettőt veszek, meg ebből kettőt. És ebből kettőt, és ebből kettőt. Aztán, hogyha már itt vagyok, akkor elkezdem először szétszedni a hátsó részt. Amúgy is igen, ez a kedvencem. Ó, itt van egy 100%-os, ezt akkor csak simán leszedjük. Baszki már. Hogy elnézem, viszont a kipufogóból még hiányzik hát egy jó pár darab, sőt, az egyik az úgy teljesen. Úgyhogy akkor ezt így egy-két dolgot itt szvepelünk is, meg hiány. Pótoljuk a hiányt. Ezt még azt hiszem föl lehet rakni, igen. Meg ezt is ide. Ezt meg innen akkor még szvepeljük. Opa, 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 opa. Nem a jót vettük meg. Azaz, azt kell nekünk, a Domingo-t. Jó. Hiányzik egy üzemanyag tartály is. Mondom, X. Na végre. Jó, akkor a futóművet nem dobom még össze. Először inkább nézzük még ezt. Elindító is hiányzik. És mivel egyben megvettem a motort, így szerintem egyből ki is szedhetjük, miután megcsináltuk az első futóművet legalább. Ugye az is meg legyen ugye az alkatrészek listájában legalább. Na, akkor meg is van az egyik oldal, a másikat csak szét kell szedni, úgy ahogy van, aztán akkor jöhet az az engine swap, gyorsan.
Jó, oké, ez meg is van. Közben pedig, amíg az megy, addig ezt is lehet. Csak a multitasking, ugye, mindig a multitasking. Szépen haladjunk. Kereket is földobjuk. Miért is ne? Hát figyelj. Felfüggesztésben úgyis csak ez a kettő volt. Hoppá, az a nyelvet. Mi van még itt Frontexhoz? De miért kell levennem? Hát ne szórakozz már. Most nem azért, de miben akadályoz az a kettő darab? Ez. De ez az néha olyan feltételei vannak a játéknak, amiket nem tudok megérteni, ahova meg kéne tennie a feltételt, oda meg nem teszi. Tehát... most komolyan, tehát ezt kifele húzom, akkor mibe akad el? Semmibe. Na mindegy, jó, rendben, hát le kell venni mind a kettőt. Valamiért. Lehet, hogy real life egyébként, meg pont, hogy tényleg le kell szedni őket, mert éppen olyan a motor, de hát ugye ez... Itt most vegyük már figyelembe azt a grafikát is. Na mindegy, bedobjuk akkor szépen a kis zsebünkből a Lego motort. Aztán hello. Mi van még itt? Akkor meg kéne csinálni. Leginkább a folyadékokat. És akkor még egy olajat. Egyébként tényleg nem nagyon emlékszem erre a sixpackre, hogy ez volt-e már ez a motor. De én úgy emlékszem, hogy volt, csak nem tudom melyik autóba. Azon filózok, hogy még ezt a szívócsom, ezt mondjuk megnézném. Csak úgy kíváncsi se kedvéért, mert ha nem volt a motor, akkor azért erre kíváncsi vagyok, hogy itt hány darab karburátor van akkor összesen. Van itt egy, kettő, három, és egy külön... Fú, ez most tudom, ez ilyen, egy ilyen külön vezérlővel vannak összekötve, aha. De három van, úgyhogy akkor van, lesz mit itt tuningolni. Mondjuk motorvezérlő az nincs, sajnos. Pedig az ide jó lenne, még pluszba. Jó van. Jó, akkor a motor az így kész is, egyelőre. Ja igen, meg kéne nézni még a kerekeket gyorsan. Egy elkészült, de még van három. Jól látom, ráadásul offroad? Ja nem, vintage. Azt hittem egy pillanatra, hogy offroad kerekeket, vagy izé gumikat rakott rá a játék automatikusan, de nem. Vagy hogy alapból. Ja, igen, ez volt már a negyedik. Ja. Mehetünk is akkor szépen ezekkel a hátsó alkatrészekkel először is. Na várjunk is, akkor ide a 255-ös, igen, 255-ös kell hátulra.
Hoppá, várjunk, 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 várjunk. Ja, jó, 255-ös, oké. Okay. Na és akkor most már boldogan felrakhatjuk majd ezt a kipufogót is végre. Jó, és akkor most már csak a másik oldal van. És szerintem kész is az autó, hogyha nem felejtettem el semmit. Jó, na, azt mondja. Baszki, mekkorát fagyott megint, 52 FPS-re. Pedig csak a kurva checklistet nyitom meg, tehát semmi extra, megint szerintem újra kell indítani a gépet. Picikét jobb legyen. Viszont hiányzik valami, egy leaf spring rear, egy hátsó részre valami hiányzik. Illetve egy, valahonnan egy gumi persely. De miért hiányzik egy gumi? Ja, innen. Nem, ott is megvan. Á, nem, a másik oldal. Az kimaradt. Jó, igen, illetve hátulról valami hiányzik, szerintem megint az egyik... Nem, azok megvannak. A geci. Mi hiányzik? Mi maradt ki? Mi maradt ki? Aki tudja, írja meg kommentbe. Legalább tudom, hogy ki az, aki figyelt. Így a restaurálás közben. Baszki, nincs meg, mi hiányzik. Két gumipersely megvan. A kihagyott szar részek mindig, amiket kihagyok, az megvan. Azok biztos megvannak, máskülönben nem engedte volna fel a kereket. És hiszem, mindjárt lehet, hogy ki kell jelölnem az alkatrészt, de meg akarom keresni. De basszus, de nem, mert valami rear tier, szóval... Valami hátsó cucc lehet, csak hogy... De hogy mi? Hát, get. Esküszöm, vak vagyok. Na jó, rendben. Nem tudom, ki fogja adni. Most de várjunk, nem is, mert ugye ez... Leaf, spring, rear drive... Na jó, nézzük meg magyarba. Jaj, passzus, hol is van? Ja, itt van. Hátsó tengely. Laprugós. Ja, hogy lehetne váltani itt... Aha. Ja, mert nem látjuk az állapotát. Igen, igen, az a baj, mert nem vettem le. Igen, azért. Mert ugye, mert ugye látható volt az, hogy tehát megvan. Csak nem látszik az állapota, igen. Most már megvan. Jó, hát az semmi probléma, azt fixeljük, tehát nincsen hiányzó alkatrész. Annyi, hogy...
Hát végeredményben azt hiszem van itt egy túlunk. Feltéve, hogyha engedi, ugye nem minden alkatrészt lehet csekkolni. De várjunk fel is, hogyan is tudom. Tablet beállítás nem. Akkor viszont mégiscsak így lesz. Nem, nem, az a szerelési mód. Az az vizsgálati mód, és akkor itt a felfüggesztést. Úgy, hogy. Na, így már jól lesz. Csak meglett. A kis kurpisságos. És akkor így most már minden 100% tökéletes. Igen, mert nem szedtem le ugye a hátsó tengelyt. És... Mert hogy ugye látható volt, hogy az megint ugye ez volt az az eset, hogy akkor vettem meg az autót, amikor még a másik mód ugye fönt volt, és itt ugye megint ez a részletes hátsó tengely lett volna, de ugye most visszarakta az eredetire. És így igazából ugye a játék ilyenkor legenerálta ugye azokat az alkatrészeket, teszem azt ennél a hátsó tengelynél plusz 3-at, és az is volt bejegyezve ugye a úgymond a fájlok közé, az autó fájlai közé, csak ugye a modot töröltem, és így vissza kell rakni az eredetit, de utána már nem tud legenerálni ugye egy adott állapotot, hanem fogja magát és berakja a gyári alkatrész 100%-osan. Ez ismerős egyébként, GTA-ban is nem egyszer voltak ilyenek, amikor például egy modolt autót csináltál, vagy ilyesmit, és akkor ahhoz megjelent mondjuk valami extra spoiler, vagy valami. És ugyanez volt, hogy, vagy hát ott viccesebb volt a szituáció, amikor például, vagy például Vice City-ben, meg ilyenekben, a San Andreas-ban is, mikor ott voltak a Whitebody-s Skyline-ok, én meg a Whitebody modot azt így töröltem, és akkor így rohangáltam a karosszéria nélküli Skyline-nal, és ilyen fekete lyuk volt az egész autó. Tehát az poén volt egyébként. Régi szép idők, amikor még szarra lehetett moddolni tényleg a GTA-kat. Jó. Na, akkor checklist alapján minden megvan. Ezt még egyszer végigfutjuk gyorsan. Jó, oké, akkor mehetünk is a futómű beállításra. 2-2 megint, nagyon szép. Itt majdnem ugyanolyan. Fősőt megint sikerült elbaszni. Bazd meg, mi volt már megint? Öregem, tényleg a szent fos van már tényleg ezzel a játékkal mostanában. Nagyon nem tetszik neki basszus ez a vagy a mod nem tetszik, vagy de most is 100 FPS-en vagyok egyébként, 99 és megyek le szépen lassan. Nem tudom, mi a franc van. Pedig semmi extra nem változott egyébként. Na jó, rendben. Nézzük azt a fényezést. Miket kapunk? Van-e mondjuk valami szép matrica esetleg? Aha, igen. Vannak. Dupla csík. Szürke, fekete. Tempest felirat. 06-os. Ez is szinte, csak feketében. Aha, igen. Ez meg hátulra. Feketében. És azt hiszem ennyi. Jelen meg ez fehér csík, igen. És ennyi. Ja. Jó, hát semmi extra egyébként. Én azt mondanám, hogy a fehér csíkot választanám, mondjuk. És full fekete festéssel. Hát brightness 0, aztán hello. Még a Metallica és Gloss az szinte majdnem ugyanolyan ebben az esetben. Most a fehérrel látszik inkább, hogy... Vagy a tükröződésen talán. Na jó, rendben, maradjon glosszon, aztán kész. Szép, szép, agresszív külső, ezek fekete izével, felnivel, és ráadásul gyárilag fekete. Úgyhogy a szép keverék lehetett. Jó. Most nem extrázunk, nem cicomázunk, ez most ilyen szép fekete lett. Bár egyébként ennyi erővel, akkor megcsináltuk volna tényleg a halálos iramban fajtát, aztán... Ja, na mindegy. Most ez marad. Ez marad. Jó, ez így. Nézzük, mit futunk a Dino-ba. Egy-két dolgot meg kell csinálni. Oh, 4 sebességváltó. Hova gondolsz? Hova? 87, mondjuk. Na, mondom 87. Hát, hát. Jó, erre fő... Nem már. És hát a sofősőt is fő... Na jó, akkor érezett. Ha jól láttam, akkor 4-est is elhúzta sikeresen. Na szóval, még egyszer, 87. Azaz.
Ja, motorvezérlő nincs. Jó, és akkor három darabot itt be kéne állítani. Azt mondja, hogy éppen egyesen van. Itt meg is van. Nézzük, ezek a plusz kettesen. Aha, oké. Ó, baszki, várj, így nullára megyünk. Na, így. És akkor az utolsó, az pedig... nem tudom, van esetleg, nem, nincs. De, így jó. Tökéletes. Na, 692 lóerő. Végül is. Meg lehet kajálni. Bár érdekes, drag ratingben csak 373-as lett, szóval... B kategóriaja. Nem sok. Lehet, hogy a slick gumival egyébként jobban jártunk volna, és bizony nagyobb lenne a drag rating, mint ezzel a vintage-el. Baszki, itt is mekkorát lagott. Jó, át kell nézni a modokat, hát ha érkezett frissítés rájuk, mert szerintem azok okozzák ezeket a durva FPS lagokat, és most már két frissítés óta van, úgyhogy... Ja. Na, ó, viszont milyen extra jó a kinéző kis és izé kilométermérőnk van, vagy kilométer óránk. De bocs, ez fordulatszámmérő itt. Elnézést, igen. Hú, ott a 4-es és 5-ös között még lenne egy kis hely. Nézzük, 6-os, 300 km per óra az már megvan. ...316-nál meg is állt. Nem, 317, jó. Ugye megnézzük akkor a 7-est. Megye még fentebb. Jó, oké, nem megy, úgy látszik 317-nél maxolt. De a 7-esnél még van benne erő. 330. Kemény. Jó, mondjuk hát végre, mivel azt veszük, hogy a zsírúj motor, tehát tényleg 0 kilométeres. De a 350 nem fog kibélni belőle szerintem lassan, mert már igen, túl vagyunk a felén. És lassan már falat érünk, 345 még meg lesz. Azért az se. Azt. De csak majdnem. Jó, 345 km per óra, teljes mértékben elfogadom. A gyorsulás is jó egyébként, stabil, nem csúszik ki. Mondjuk a 4-es, 5-ösbe még egyébként, hogy egy picikét állítanék, akkor lehet, hogy kihoztuk volna belőle a 350-et. De nagyon nehezen, tehát itt megint a pálya hossza a problémás. Kijöhetett volna belőle a 350, főleg a sebesség állít. De! Én így most elfogadom ezt teljes mértékben. Ki is rakjuk szépen a garázs elé. Adunk neki egy jó képet. Csak hogy az is meglegyen. Jó. Na nézzük, hogy mennyiért megy el. Legelőször is, 11 ezerért vettem, tehát azért ez is érdekes árja. És 115-ért megy el. Ugye a napokban volt, azt hiszem, egy autó, már nem is tudom már melyik, amit 4000-ért vagy 3000-ért vettem, és 150-ért adtuk el. Tehát az egy jó elad, az jó restaurálás volt. Ez sem rossz egyébként, végeleményben elég sok azért a profit utána. Na, nézzük akkor a következő autót, ami... Hát a valódi nevét fogalmam sincs, hogy ennek mi lehet. Leginkább vagy egy Fordra tippelek valamelyikre, vagy egy Chevroletre. Esetleg... Hú, nem tudom. Ford vagy Chevy, valamelyik. De meglátjuk, hogy melyik lesz. Szállt is rakom. A helyre, illetve akkor végre... na itt viszont már egy Chevy-nk lesz, igen. Camaro, de hogy ez hányas is, ez jó kérdés.
Ja, nem itt, hanem itt. És ezt berakjuk akkor a B bejárat elé. És akkor a következő videóban ez a Luxor Bauen lesz. Ez 65-ös, tehát még idősebb autó, mint amivel most foglalkoztunk. 324 ezer kilométer van benne. Nézzük a motort, V8 1 karb, ez teljesen jó. Bár lehet, hogy most a poén kedvéért tényleg fogunk egy-egy szvepelni, ha már megint itt jött ez a pak. Pont ugyanúgy a Small Block 302, a Jet 429. Lehet, hogy fogunk. Most fölírom basszus magamnak, a 440 sixpack megvolt. Bár nem szerelve, de megvolt. Láttuk. De vissza fogom keresni, hogy a többi motor egyébként volt-e már, vagy hogy mi az, ami még nem volt. És akkor lesz arról is szépen egy videónk. Na, addig is, sziasztok!